Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ez az a kocsi, ami hát mindig üres, és az üres azért ne úgy értsétek, hogy abszolút nem ül bele senki, a vasutasok beszoktak, mert ők pontosan tudják, hogy ez a legjobb, és jobb, mint az első osztály. Ez egyébként egy Nyílség Intercity, ami ugye Záhonyig közlekedik közvetlen kocsikkal. Azt hiszem, hogy nem mindegyik megy el Záhonyig, de lehet, hogy elmegy mindegyik. Na most ezt nem tudom, őszinte leszek, de elmegy mindegyik, mert jól tudom, az étkezésüknek ugye van ezen bisztró is, van Záhonyi éjszakájuk, és talán mintha ez ebből lenne, és ez nem fordul ma már vissza. Lényegtelen szerintem, engedjük el ezt a történetet. A lényeg, hogyha szeretnétek üres kocsiba utazni akár hétvégén is, amikor tényleg csurig vannak az Intercity-k, akkor tudom nektek ajánlani a 13 óra 20-kor induló járatot nyugatiból, 13.36 pedig Kőbánya Kispestről, és azért nem ülnek ide, mert ezteket a kocsikat tették be annak idején az ukránoknak, a menekülteknek. És régen még ezt így jelezték is, ez ki is volt írva, de úgy látom, hogy ezeket a ukrán táblákat levették, mert ugye ki volt írva az ő nyelvükön. Egyébként a 008-as ügynök húz minket, és hát igazából megyek Tévaványára, ismételten az évben harmadjára. Megyünk, azt összerítjentünk valami faszasütögetést ebben a videóban, de hát azért jussunk el oda. Még majd Szolnokon átszállok, hiszen én nem megyek közvetlen csabai járattal, mert menjen az újszászi vonalon, a tudjátok kicsoda. Úgyhogy gyertek, tartsatok velem addig is. Átszállunk Szolnokon, aztán Gyomán a Bézére. No, egyébként tök furcsa, hogy ezek a rail tours-os kocsik már nem tudom mióta forgalomba vannak, ugye a napi forgalomba is. És még soha, voltam már benne a Vasúttörténeti Parkba, van is róla videó, de soha nem utaztam velük, úgyhogy igazából ez volt az első tapasztalatom, nekem nagyon bejött, nekem tetszett. Jó volt a légkondi, kellemes volt a láptér, tök menő az az asztal, még a régi svájci, tök jó. Úgyhogy nice. 125-ös Szili, egy rail tours-os kocsi, mint látjátok. Ugye ezt adták el IC minősítési kocsinak, hiszen első osztály nincsen. 2 darab BD és 2 fecske. Ez a csabai Intercity. Igen, ez az Intercity szolgáltatás Csabára. Itt vagyunk Gyoma. Endrőd egyébként, de ugye vasutás? Vasút állomásilag Gyoma. Basszus, többet kellene innom, mert akkor tudok beszélni, de... Most tulajdonképpen ugye sütögetni jöttem, ezt lehet, hogy már mondtam, nem tudom. Már rég volt, mikor bejelentkeztem. Ilyen Aldi szatyorban meg van nálam jégakú is. Abban én viszem a húsit a sütögetéshez. Úgyhogy, ja, hát most várjuk majd a Bézét, ugye? Igazából én ilyen rutinos vasúti utazó vagyok. Ezt most úgy értsétek, hogy igazából a következő ilyen city, ami már ugye a román lenne, szerintem az a román, az a bukaresti vonat, papíron azt csatlakozik a Bézéhez, és tudom, hogy megvárja, tudom, de van egy időkorlát, amit megvár, és van egy időkorlát, amit már nem vár meg. Én a Magyar Vasúton már soha nem hagyatkozom az átszállásokra, tehát ezt láthattátok a román videómban is, hogy egy vonattal előbb megyek mindig mindenhova. És azért valljuk be, ez nem egy normális dolog, tehát ez nem egy normális dolog. Már úgy értem, hogy nem én vagyok a kretén, hanem a Magyar Vasút a kretén, de nem egy normális dolog az, hogy az ember tapasztalatból már azt csinálja, hogy mindenhez egy órával előbb oda megy, és ott szobrozik,
jó esetben, vagy jó esetben még úgy sem éri el néha a vonatát. Lásd tényleg a román videót, ahol a püspökladányi egy órával korábbi Intercity 75 percet késett, és éppen hogy csak megvártuk az utasait, és át tudtak szállni. De az, ami konkrétan csatlakozó vonat volt, azt meg se vártuk. Tehát azért ezekből a tapasztalatokból indult ki bennem az, hogy én mindenhova előbb érkezem, hogy legalább a tutit meg tudjuk csinálni. Na mindegy, egyébként mi is késtünk 10 percet, csak ez minket most pont nem érdekel, mert Vésztő felől még a BZ az messze van, hát az majd a egyesre, vagy nem tudom, hanyasnak. Ja, hát egyébként Gyoma, tehát annyira nem izgalmas állomás igazából. Annyi, hogy van nekem olyan videóm, amikor még innen Interpicivel közlekedtünk. Ugye régen az Interpicik a pár éve lettek át helyezve térségileg, innen mentek ugye Gyomáról, meg hát ugye a Csabai, tulajdonképpen Csabai honállomásos volt az Interpici flotta, most már ugye Nyíregyi. Na hát ennyi, majd jelentkezem a BZ-ről, addig meg lehet, hogy felhívom Rikári mestert. Tulajdonképpen egyébként ez az én hülyeségem, hogy ugye ilyen lassan érek le Dévaványára, mert mehetnék a közvetlen Csabaival, ugye a keletiből, de őszinte legyek, rühellem a keletit is, de egyébként rühellem magát a 120-as vonalat is, és pont a Game Bence csatornán, iratkozzatok fel, pont most bevonatoztuk, hát ott is konstatáltam, hogy eme utálatom nem alaptalan. No, hát az egyszem BZ-vel becsorogtunk ide Dévaványára. Most nem várjuk meg, hogy ugye irányt váltson, de egyébként elárulom nektek, hogy az egyik fő téma az lesz a következő videóban, hogy bejárjuk a valamikori Dévaványa kisújszállás vasútvonal szakaszt. Ugye Dévavány egy ilyen érdekes képződmény, hogy megmaradt itt egy ilyen csonkaállomásként, és irányváltással ugye ilyenkor Szeghalom Vésztő fele tud tovább közlekedni a vonat. A 380-as BZ-vel jöttünk, és menjünk szerintem sütögetni. No, közben már Dévaványán vagyok, ugye én már többször jártam itt, mindig visszahív ez a hely. Egyébként mind a szállásom, amit már egyszer mutattam, de most is úgyis megfogom, mert megkezdjük a nagy sütögetést, mint pedig úgy maga a környék, az ilyen egyik szerelem lett itt Magyarországon. Ugye több ilyen visszatérő eleme van nekem Magyarországnak, ahova szeretek visszajárni. Az egyik az mindenképpen Dévaványa, sőt a legtöbbször ide jöttem. Most már harmadjára vagyok, tulajdonképpen fél éven belül kb. A másik például a Villány. Jaj, nagyon szeretek oda is menni. És ott is egy nagyon klassz szállás van. Én tényleg nagyon tudom nektek ajánlani, nagyon nehezen tudtok majd ide foglalni, mert hogy mindig teli van, de fillérekért majd megmutatom nektek, de már mutattam, hogy milyen klassz kis vendégházat kaptok, és vasárnap van, most elmondom, nálunk Budapesten, nálunk a lakótelepen ilyenkor semmi nincs nyitva, 18 óra 30-kor, itt Dévaványán leballagtam a kóba, és még ami hiányzott a sütögetéshez, mert elfelejtettem például a mustárt venni, simán le tudtam jönni, és nyitva volt a bolt, hétig nyitva van, úgyhogy nagyon kellemesen most vissza botorkálunk a szállásra. No, és akkor mindjárt megcsináljuk szépen a tüzet, mert ugye először nem vagyok nagy grill szakértő, kedves Ravencroft Spandi, de mi így szokjuk. Amúgy nem szokjuk mi sehogy. Pont ma jött ki Ravencroft Spandinak egyébként a grillezési alapok videója. Nagyon jó, én nagyon szeretem egyébként a Bandit. Múltkor egy picit nálam is meghasalt ezzel a csokis videóval, de egyébként meg imádom, kibaszott király, csávó. És én is szeretek grillezni, de igazából nem szoktam, mert hogy én Budapesten lakom egy lakótelepen. Én ide szoktam lejönni Dévaványára, és akkor szoktam grillezni, úgyhogy nem túl sok, meg nem túl nagy tapasztalatom van. De ugye annyit én is tudok, hogy össze kell először rittyenteni a tüzet, akkor faszén, parázs, és azon lehet jól sütni a húst,
Mi most igazából ilyen bepácolt csirke mellett, meg kolbászokat fogunk sütni, tehát semmi extra. Úgyhogy, ja, lássunk neki, én azt mondom. Na, szóval én tényleg nem vagyok egy ilyen hatalmas nagy grillmester, de annyit tudok, hogy egy kis tüzet kéne itt egy újtóssal meg mindennel csiholni. De szépen tesszük rá majd a faszenet, és amikor ugye az tehát amikor az ember látja, hogy leégett, és már csak a parázs van, akkor kell a húsokat feltenni majd a rácsra. De Baddi ennél tényleg százszor jobban grillezik, szóval én ebben az évben sajnos hát nem kertes, nem hajduhat házon lakom, bár most elég közel vagyok egyébként hozzá, Bandi. Egyszer meghívhatsz, by the way. Na szóval a lényeg, hogy most egy kis tüzet csiholunk. Leég, majd még teszünk erre persze, mert van még fa, hasogattam itt az előbb baltával, mint az ős emberek. Így éltek ti vidékiek, nem? Na jó van, aztán majd hozzuk ki a húsokat. Na srácok, hát én már a függőágyba vagyok, sütögetésen túl, 10:30 van, és kellemesen itt el vagyok a függőágyba. Most már egy órája itt dögledezem igazából, ilyen kajakómában voltam, aludni nem sikerült, sőt, kimondottan hideg van egyébként, most már lassan be kéne vonulni. Ilyen 20 és 19 fok körül lehet. Ami így felkeve most már egy órája, így már hideg. Így rövid nadrágba. Itt a helyiség, ahol volt a vacsora, de már el van pakolva. Holnap meg akkor bejárok a kisúszállás dévaványát, srácok. Jaj, nagyon jó itt lenni. Egyébként néha jó így kiszakadni a pesti légkörből. Ez a csönd, illetve hát ez a természeti zaj, tehát ciripelnek a tücskök, meg néha ugat egy kutya. Azon kívül semmi. Nagyon jó itt. Ja. De jó itt. Srácok, köszönöm szépen, hogy ebben a kis igazából idefele úton velem tartottatok, és holnapi nap akkor folytatjuk, és akkor nyomatjuk azt majd egy külön videóban nyomatjuk a dévaványa kis újszállás vonalszakasznak a történetét, meg bejárását. Köszönöm a támogatóknak, köszönöm, akik nyomtak egy lájkot, feliratkoztak. Ez a függő egy nagyon király dolog. Sziasztok! Tartok egy kis room tourt is itt nektek. Ez nem az én szobám, mert hogy ez egy pitang nagy ház. Itt is van külön légkondi, ezt nem nyúlunk hozzá, megvetett ágy, tehát itt is lehet pihenni. Tehát, hogyha többen szeretnétek jönni itt Békés megyébe, fillérekért, mert tényleg 10.000 forint alatt van per éjszaka, a bookingon ez a szállás, ott a légkondinak a távirányítója, tévé, stb. De én ugye nem itt vagyok. Várjátok, hol is kell lekapcsolni? Itt kell lekapcsolni. Csak innen akartam indulni. Itt tudtok kimenni egyébként a kertbe, ahol voltunk, ahol sütögettünk. Itt ezt most lekapcsoljuk. Itt most átjövünk. Itt van egy ilyen kis átvezető rész, itt mindenféle tisztítószer, stb. Itt van a konyha. Ugye a kis maradék kaja, illetve, ja igen, itt is egy fürdőszoba, ahogy egyébként annak a szobának is volt egy fürdőszobája. Tűzhely, ami egy ilyen indukciós tulajdonképpen, és itt van az én, és hát ahol én most fekszem. Ja, nyomjunk egy kis fényt, ugye? Hol is van itt a lámpion? Itt. Itt van az én ágyam, azért ilyen, nagyon rendezetlen, mert kivittem a takarót az előbb, mert már kint hideg volt, és itt van a nagyon menő tévé, éppen a súlytalan csatorna megy YouTube, és én pedig itt fogok majd aludni. Úgyhogy én tényleg nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a szállást nektek. Leteszem majd a leírásba, de egyébként Alföldi Vendégház dévaványa megtaláljátok. Itt pedig az utcára néz, de hát tök csendes.